Menjen le békába. Mibe? Békába! Na, hagyjon engem békében, nem megyek le magának békába. Ugyan menjen már, nem tudom. Idén januárban mutatta be a Zente Ferenc Színház a Lovagias ügy című zenés vígjátékot Koltai Róbert és Vándor Éva főszereplésével. Az eredetileg Hunyadi Sándor által írt 1935-ös tragikomédiát azóta közel 40 helyen mutatták be, mindenhol kivívva a közönség elismerését. Virág úr, régi vágású főkönyvelő, egész életét ugyanazon cég asztalánál töltötte. Precíz, megbízható munkaerő, egyetlen gyenge pontja a főnök titkárnője, Gizike. És ahogy lenni szokott, a szerelmi háromszög mindent felborít. Ha jó egy szerep, és hogyha az ember meg tudja oldani, és örömet okoz a közönségnek, akkor saját magának is örömet okoz. Tehát ugyanakkor viszont nagyon nehéz, mert mindig vannak apró vagy nagyobb döccenők, tehát a plána próbán technikai nehézségek, itt a ének, szövegek, a koreográfia, tehát mindenre kell figyelni. Egy olyan összetett, szép műfaj a zenés tragikomédia. Az ember teszi a dolgát gyanútlanul, és egy nap minden fejére hull. A darabban 10 dal csendül fel Márkus Alfréd zenéi alapján, amelyeket Verebes István dolgozott át. Ezek Darvas Ferenc élő játékával kísérve szólalnak meg a színpadon, amelyek sokszor még drámaibbá tesznek egy-egy szituációt. A darabból azonban kiderül, a problémák nem megoldhatatlanok. Mert mégiscsak egy család vagyunk, mégiscsak összetartozunk, bármennyire is, hát igen, vannak nézeteltérések, vannak viták, vannak rossz pillanatok, vannak hiába valóságok, de mégis, ha összetart a család, ha összefogunk, és szeretjük egymást továbbra is, akkor az segít a megoldásokban és a továbbélésben. A főszereplőkkel készített hosszabb interjút és a darabból részleteket a Péntek Esti Weekend című műsorunkban láthatnak.